köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a tűzoltóságon, és beszélgető társam Sebők János Őrnagy karcagi tűzoltó parancsnok. Egy nagyon szép kupát tart a kezében, ez már jelzi azt, hogy eredményesen szerepeltek. Hogy miről is beszélünk, hiszen egy nagyon szép verseny volt a Dulán az elmúlt napokban, a Diák Tűzoltó Szövetség rendezésében. Kérem, mondjál nézőnknek, hogy a karcagi csapat itt hogy végzett. Igen, én is nagy szeretettel köszöntöm a karcagi televízió nézőit. Hát egy örömteli hírről számolhatunk be, a Karcagi Diák Tűzoltó Szövetség nevében minden évben van egy szakkörünk, amiben ugye ilyen 12-től 16 éves gyermekek járnak. Ezt a szakkört üzemeltetjük már nagyon régóta, és számos szép eredményeket értünk el az országos versenyeken. Erről azt kell tudni, hogy két évente rendezik meg, ez volt most a 6. országos ifjúsági diáktűzoltó verseny, melyet Gyulán rendeztek meg 2012. június 29-e és július 1-e között. Ezen a versenyen a mi kis 10 fős csapatunk részt vett, nagyon szép eredménnyel. Az akadálypályán 3. helyezést értünk el, így dobogóra állhattunk, a 400-as váltóba 10-ek lettünk, így összetettbe a 21 csapat közül országos 4. helyezést sikerült elérni ezzel a remek fiatal gárdával. Szeretnénk akkor gratulálni önnek is és a gyerekeknek is, viszont nem csak ön készítette fel őket, hanem ez tényleg egy igazi csapatmunka volt, és az elmúlt hónapokban gyakorlati és elméleti felkészítés is volt. Ez így van. Két kollégámmal készítettem fel a csapatot, Sóti Gábor tűzoltó alezredes úrral, a Karcagi Katasztrófa Védelmi Kirendeltség tűzoltósági felügyelőjével, valamint Bence László nyugállományú tűzoltó zászlós kollégámmal, aki szintén itt volt Karcagon tűzoltó. Hát körülbelül a felkészülésről annyit kell tudni, hogy intenzíven körülbelül a verseny előtt egy hónapig, ami azt jelenti, hogy heti 3 alkalommal délutánonként 3:30-5:30 készültünk a gyerekekkel erre a megmérettetésre. Hát azt kell még, hogy hozzátegyem, igen, minden szakkör hőségbe zajlott le, tehát hozzászoktuk a gyermekeket a Gyulán 40 fokos versenybe, tehát 40 fokos hőség volt Gyulán is, úgyhogy hozzászoktak a fiatalok. Itt említette, hogy két kategória is volt, tehát a versenynek két olyan része volt, ahol sikerült dobogóra állni, viszont az összversenyhez képest az első helyzetén úgy emlékszem, hogy minimálisan, tehát összesen 10 ponttal maradtak le, tehát ez is jelző, hogy egy nagyon szoros verseny volt. Mi mindent kellett a gyerekeknek teljesíteni? Ahogy mondtam, két részből áll ez a verseny. Van egy 75 méteres akadálypálya, valamint egy 400 méteres váltófutás. A 75 méteres akadálypályán különböző akadályokat kell leküzdeni a gyerekeknek. Teszem fel, itt van olyan, hogy 1 méter 80 centis vizes árkot kell átugraniuk, gerendát kell átugraniuk, akkor kúszócsőbe mászniuk, célba lőniük, eszközöket felismerni, valamint kötelekből az adott kötéseket kell nekik ugyanúgy megkötni, mint ahogy az ábrán szerepelnek a kötések. A 400 méteres váltóról annyit kell tudni, hogy ott, tehát 9 ember végzi mind a két pályán a feladatot. A 400 méteres váltón egy szimpla váltófutás kell elképzelni, de ez a váltófutás is tarkítva van különböző akadályokkal, akadályelemekkel. Úgy például, mint a létrafal, át kell mászni egy létrafalon, tömlőt rá kell helyezni egy 80x80 centis dobogóra, valamint tűzoltókészüléket kell felhelyezni ugyanúgy egy 80x80 centis dobogóra. Egy 80 cm magasugró létszalat kell átbújni, akkor átugrani egy akadályon, tehát eléggé összetett feladat ez is, és mindenkinek a pálya elemébe, pálya szakaszába van egy-egy pálya elem, amit le kell, hogy küzdjön. Tehát ez egy igazi csapatmunka, hiszen én úgy emlékszem, hogy minimális az az idő is, ami alatt ezt teljesíteni kell. Így van. A 75 méteres akadálypályát a Karcagi Diák Tűzoltó Szövetség ifjúsági csapata 60 másodperc alatt teljesítette. A 400 méteres akadálypályán pedig a váltófutást 82 másodperc alatt. Azt hiszem, hogy ebben ugyanilyen gyakorlóban voltak, mint ami most önön is van. Igazán egy szép teljesítmény volt ez a gyerekektől. Minden esetre gratulálunk önöknek, és
bízunk abban, hogy 2 év múlva sikerül a Sóti Gáborék által, hiszen azt még nem mondtuk el, hogy a felkészítőként ő részt vett a csapatban, ezt ön említette, viszont 88-ban ő volt a országos első helyezett csapatnak az egyik oszlopos tagja is, tehát a gyerekek előtt is itt a példa, hogy hova lehet eljutni. Reméljük, hogy 2 év múlva hasonlóan szép sikerrel jönnek majd haza. Hol lesz akkor a verseny? Ha jól tudom, Vas megyébe lesz a verseny, és ha minden igaz, Csepreg községbe. Hát készülünk a versenyre mindenféleképpen, és szeretnénk még ennél szebb eredményt elérni a gyermekekkel. Azt még hozzáteszem, hogy ez a csapat már most kiöregedett, új csapatot kell építenünk, de azon leszünk, hogy még ennél szebb eredményt próbálunk elérni a gyermekekkel. Kik voltak a csapat tagjai? Először is Kovács Levente volt a legifjabb versenyzőnk, csapatkapitányi szerepet kapott, talán mondanám akkor Borsos Marcell, Tóth Gergő, Varga Márk Egon, Ábrahám Máté, Sebők Bence, Keserű Balázs, Házi Gyula, Bence Norbert és a tartalék versenyzőnk 10-es rajtszáma Suba István volt. Hát akkor nekik is gratulálunk, hiszen mindannyian nagyon szépen teljesítettek, és akkor jó szünidőt kívánunk még nekik is, és hát parancsnok úrnak pedig a következő csapathoz a jó szemet, hogy ki tudja választani a következő ilyen gyentes csapatot. Én is hadd gratuláljak itt a televízió nyilvánosság előtt mind a 10 gyermekemnek, mert gyermekemmé fogadtam őket valamilyen szinten, nagyon sokat voltunk együtt, és most szeretném nekik megköszönni ezt a nagyon jó és pozitív hozzáállást, amivel végigcsinálták ezt a elég hosszú szakkörre való felkészülés, vagy versenyre való felkészülés a szakkörökön keresztül. A csapat egyik tagja Sebők Bence volt, a tenyakadban látjuk ezt a szép érmet, először is gratulálok neked. Te mióta jársz a szakkörbe? Én 2,5 éve járok szakkörre, hetente 3-4 alkalommal szoktunk edzeni, 9 csapattársammal, 2 óra hosszán keresztül. És neked mi volt a indítatás, hiszen azért áruljuk el, hogy te egy kicsit belülről is látod a tűzoltóságot. Hát igen, én a C-csonkra rá kellett kapcsolnom a tömlőt, majd odaadnom az egyik társamnak, utána át kellett ugranom a vizesárkon és a kúszócsöven, majd a pallóra fel kellett lépnem, és a tömlőhordozó hevezet bele kellett raknom a elhelyezett helyre. Gondolom, hogy sokat készültetek, de amire én most itt gondoltam, hogy belül ismered a tűzoltóságot, arra céloztam volna, hogy édesapád révén te már azért kiskorod óta itt látod, hogy mi minden zajlik itt. Gondolom, hogy ez is ösztönzött arra, hogy te is diák tűzoltó legyél. Igen. És most mit szólsz ehhez a sikerhez? Tehát igazi csapatmunka volt, ez úgy érzed? Igen, az volt. Nagyon örültünk neki. És milyen terveid vannak? Hanyadikos voltál most? Most voltam 8-os, most megyek majd a református gimnáziumba, és nem tudom még. Tehát akkor elképzelhető, mondjuk 10 év múlva, mint tűzoltóval beszélgetünk, vagy még nem lehet tudni? Igen, elképzelhető. Hát akkor én azt kívánom neked, hogy ha már ezen a versenyen még egyszer nem indulhatsz, azért szurkolóként ott legyél majd, és segítsél esetleg a kisebbeknek, hogyha valamiben szükségük van rá, és reméljük, hogy találkozunk egyszer veled tűzoltóként is. Meg lesz. Ábrahám Máté rangidős volt a csapatban, úgy tudom, hogy te már középiskolás vagy. Hát igen, most megyek majd 11. osztályba, református gimnáziumba járok. Hát nehéz volt odafigyelni a csapatra, viszont nagyon büszke vagyok, hogy ilyen szép eredményt értünk el. És neked mit jelent a tűzoltás, a tűzoltóság, esetleg hivatásodként szeretnéd-e majd egyszer te is ezt? Igen, hivatásomként szeretném. Először úgy kerültem a szakkörbe, hogy szóltak a barátaim, hogy nagyon jó, és nagyon megtetszett az egész szakma. És akkor neked is gondolom, hogy nem volt egyszerűbben a 40 fokban teljesíteni a pályát, neked mi mindent kellett megcsinálni a feladatok közül? Hát én 5-ös számú versenyző voltam a 75 méteres pályán. Az én feladatom leküzdeni az akadálypályát és puttonyfeskendőt én pumpáltam. Számomra az volt a legnehezebb feladat, 40 fokban nagyon nehéz volt pumpálni. Aztán pedig az eszközfelismerés volt. Mit kellett felismerni? Nekem a tömlőt. Szerencsére ez egy egyszerű feladat volt, viszont a csomózásnál gondolom, hogy neked is volt, tehát ott mindenki kapott feladatot, neked valami egyszerűt vagy valami bonyolultabbat kellett elkészíteni? Nem, a csomózást inkább csak a tömlősöknek kellett. A puttonyfeskendősöknek csak eszközfelismerés volt. És mitől tartottál? Tehát meg volt az, amit itt azért nagyon sokat gyakoroltatok, de mitől tartottál? Ezek szerint a mumus az a puttonyfeskendő volt, de azon kívül volt-e még valami?
Hát máson nem tartottam, inkább a puttonyfecskendő, hogy a pumpálást jól csináljam. Ott a sebességre és az erőre is figyelni kellett. És azért tudtatok konzultálni félszavakkal, esetleg odaszólni a másiknak, hogy csíjás, lemaradtunk, vagy jó volt, ügyes volt, tehát biztattátok egymást? Nem, ez a versenyen tilos volt beszélni. Előtte próbáltuk biztatni egymást, edzéseken is a kisebb hibákat láttunk, szóltunk a másiknak, hogy próbáljon rajta javítani, és tényleg kijavítottunk minden hibát, hibátlanul végigmentünk a pályán. És milyen érzés volt, amikor megtudtátok az eredményhirdetést, hiszen az is egy látványos volt, végigvonultatok a főutcán is, akkor mindenki izgult, tehát nem lehetett tudni a végeredményt. Hát igen, én vittem a Jász Nagykun szolnokos táblát, elég nehéz volt. Az eredményhirdetésről annyit, hogy először kétségeim voltak kicsit, mert Jani az mondta, hogy ő már tudja az eredményt, és hogy... Jani az a parancsnok urat jelenti, gondolom. Igen, és mondta, hogy ő már tudja az eredményt, és mondta, hogy ne nagyon készüljünk felmenni, kicsit csalódott lettem, aztán pedig mondta, hogy készüljünk fel, egyből felcsillant a szemem, és indultunk. És akkor említettem az előbb, hogy nagyon szoros volt, tehát összesen 10 ponton múlott ez a dolog. Hogy érzed? Tudtatok volna elsők lenni, vagy ebben a hőségben ez volt a maximum, amit ki tudtatok hozni magatokból? Hát szerintem a csapat az mindent beleadott. Hát a dobogót, ahogy hallottam, pár tized másodperc választott el tőle, de én így is nagyon örülök, hogy elmehettem erre a versenyre, nekem ez egy örök élmény. És hát akkor reméljük, hogy ez az örök élmény meghatározó lesz, és talán veled is egy jó pár év múlva, mint tűzoltó, hivatásos tűzoltóként beszélgethetünk. Hát én is remélem. Kőszeg.